Azt gondoljuk, hogy az állatok másképpen szeretnek, mint az emberek. Például érzékelni véljük a különbséget egy kutya vagy egy macska szeretetében. Ezzel nem értek egyet. A szeretetben nincsenek különbségek, csak annak kifejezésében vannak érthető, a fajokra jellemző megnyilvánulások. Ezt akkor értjük meg, ha elég erős kapcsolatunk alakul ki emberekkel és állatokkal, ha olyan bensőséges viszonyunk van egymással, ami a szükségleteken túlmutatóak. Ekkor tisztán megjelenhet az önzetlenségen alapuló adni és kapni vágyás egyensúlya. Eta különleges volt. Az igazi értékét nem a szórakoztató jelensége vagy a fajtársaitól eltérő intelligensebb viselkedése határozta meg. Ő egy olyan mindenki által szeretett személy, aki most, hogy elindult arra a bizonyos végtelen útra, érthetővé vált, hogy amíg itt volt, megváltoztatott valamit a világunkban. Ez a kis tyúk hiányzik, és mégis itt van, betölti az egész teret.